Jó estét, még egyszer, szervusztok. Good evening again, hi. Volt egy... Nem először vagytok itt nálunk? Isn't that the first time you're here? Okay, jó, akkor nem égetlek benneteket, jó. Örülök, okay. Hogy itt vagytok. I'm happy that you're here. És volt egy nagyszerű tervünk ma estére. We had an amazing plan for tonight. Aztán utána mégis sikerült rábeszélni Pásztor Julient, hogy osszon meg velünk, hogyha fölrúgtuk az egész tervet, úgyhogy üdvözöljétek. We managed to talk Pastor Julien into speaking to us, so let's listen to him. Jó estét. Good evening. Sziasztok. Hi. Hi. So good to be here. Nagyon jó itt lenni. And my wife's and greetings. Feleségem is üdvözletét küldi. She is right now in Cluj. Pillanatnyilag Kolozsváron van. And she's asking me to invite you to come. És kérte, hogy a nevében is hívjalak meg benneteket, hogy gyertek so látogatóba. You are welcome to come to visit us. Várunk benneteket sok szeretettel ott. I'm on my way to actually tomorrow I'm going to Kiev and Kievbe megyek, meg Cserkasziba. And I would like to ask you to pray for me. Kérlek, imádkozzatok értem. Spend some time with the churches there. Hogy egy kis időt tudjunk tölteni az ottani gyülekezetekkel. I just want to tell you we are so excited about March. És csak szeretném mondani, hogy annyira izgatottak vagyunk már a márciusi konferencia we pray and we want to come more. Imádkozunk és szeretnénk többen is jönni. And we want to bring a lot of people with us. So please pray with us for that. Magunkkal hozni, úgyhogy imádkozzatok kérlek velünk együtt ezért. Yeah, so we pray for you as you are preparing here. És imádkozunk értetek is, amint itt készültök rá. Yeah, let's pray. Így imádkozunk. Thank you, Father. Köszönjük, Atyánk. You are faithful God. Te hűséges Isten vagy. Gracious God. Kegyelmes Isten. Please speak to our hearts. Kérlek, szólj a szívünkhöz. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. I was just thinking in Colossians chapter 3. Kolossi 3-ról gondolkodtam. When we think about the new things. Amikor az új dolgokra gondolunk. When we know that there will be a time and God is speaking about this in Revelation chapter 21. Tudjuk, hogy lesz egy idő, amiről Isten beszél Jelenések 20-ban. That there will be a new earth and new heaven. Lesz egy új ég és egy új föld. And there will be the new Jerusalem. És aztán ott lesz az új Jeruzsálem. And we will be there. És ott leszünk. With Christ. Krisztussal. Forever and ever. Örökkön örökké. We are the first. Mi vagyunk az első. We are the first fruits. Mi vagyunk az első zsenge. We are actually the first creation. Mi vagyunk igazán az első teremtés. From these new things. Ezek közül az új dolgok közül. Because in 2 Corinthians chapter 5. Mert 2 Korintus 5-ben. Verse 17. 17. vers. It says that those who are in Christ are a new creation. Azt mondja, hogy azok, akik Krisztusban vannak, új teremtmények. All things have passed away. A régi dolgok elmúltak. Behold, all things become new. Íme minden újjá lett. Everything what we had in Adam. Minden, amink Ádámban volt. All our past. Az egész múltunk. Our sin. A bűneink. Everything has been taken away. Mindent elvett Isten. God has given us. És adott nekünk. A new creation. Egy új teremtést. He made us new. Újjá tett minket. In Christ. Krisztusban. And we are here in this place. És itt vagyunk ezen a helyen. We are here on earth. Itt vagyunk a földön. To reveal God's new creation. Hogy megmutassuk, kijelentsük Isten új teremtését. To speak about this new creation. Hogy beszéljünk erről az új teremtésről. That Christ will be revealed through us. Hogy rajtunk keresztül Krisztus mutatkozzon meg. That people will see this new creation what God has made. Hogy az emberek meglássák ezt az új teremtést, amit Isten alkotott. So in Colossians chapter 3. Tehát Kolossi 3-ban. He says in verse 1. Első versben azt mondja. So if you have been raised with Christ, seek the things that above, where Christ is seated at the right hand of God. Azért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, Isten jobbján ülve. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.
Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Mert meghaltatok és a ti életetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. When Christ, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with him in glory. Amikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor majd vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. And I thought, what are these things we are to seek? És azon gondolkodtam, hogy mik ezek a dolgok, amiket keresnünk kell, amikkel törődnünk kell. The things which are above in heaven. Az odafennvaló dolgok, a mennyei dolgok. And I thought about first is that we know that there is no condemnation. És először is arra gondoltam, hogy tudjuk, hogy nincsen kárhoztatás. That we have been washed by the blood of Jesus Christ. Hogy Jézus Krisztus vére megmosott minket. We stand before God. Isten előtt állunk. As Christ. Krisztusként. We are perfect. Tökéletesek vagyunk. Because of the blood of Jesus Christ. Jézus Krisztus vére miatt. Because of the sacrifice. Az ő áldozata miatt. We have been accepted. Elfogadott minket. In Christ. Krisztusban. And we don't have to try to please God. És nem kell próbálkoznunk tetszeni Istennek. We don't have to do something for nem him. Nem kell tennünk érte valamit. But we just have to accept. Csak el kell fogadjuk. That God accepted us forever. Hogy Isten örökre elfogadott minket. And nothing and no one can change that. És senki és semmi sem tudja ezt megváltoztatni. That even before the foundation of the world. Vagy még a világ megalapítása előtt. God already chosen us. Isten már kiválasztott minket. And he sent his son. És elküldte az ő fiát. To die for us. Hogy meghaljon értünk. And he loves us. És szeret minket. And no one and nothing can separate us from his love. És senki és semmi sem tud elválasztani minket az ő szeretetétől. So there is no condemnation. Tehát nincsen kárhoztatás. And now as we walk in this world. És most amint ebben a világban járunk. We walk as new creations. Új teremtményekként járunk. We are his people. Az ő népe vagyunk. We are his priests. Az ő papjai. We are his children. Az ő gyermekei. We are his bride. Az ő mennyasszonya. You know, people looking at one another. Az emberek nézegetik egymást. In the world. A világban. And they make the difference. És hogy észreveszik a különbségeket. You know, the poor. Vannak a szegények. The one which is rich. Vagy a gazdagok. From this country, from that country. Te ebből az országból jöttél, te abból. But when God is looking at us. De amikor Isten néz ránk. He sees his people. Akkor ő az ő népét látja. And he sees them in Christ. És Krisztusban látja őket. And when we look at people. És amikor az emberekre nézünk. Let's look with this mind. Akkor ezzel az elmével nézünk. The mind of Christ. Krisztus elméjével. That people are much loved. Hogy Isten nagyon szereti az embereket. That God loves people. Hogy Isten szereti az embereket. And we talk to people. És beszélünk az emberekkel. Like Christ was talking to people. Ahogy úgy beszélünk velük, ahogy Krisztus beszélt when velük. He was here. Amikor itt volt. And he loved them and he gave his life for them. És szerette őket és az életét adta értük. And we are called that way. És erre lettünk elhívva. To lay down our lives. Hogy odaadjuk az életünket. For others. Másokért. As Christ gave his life for us. Ahogy Krisztus is értünk adta az ő életét. We have troubles in this world. Vannak gondjaink ebben a világban. And what do we do? És mit teszünk? Where do we go? Hova megyünk? Everything what is happening in our life. Minden ami az életünkben történik. There is a purpose for it. Annak van egy célja. And this is the second one. The second point. Második dolog. In Romans 8:28. Róma 8:28-ban. Says that all things work together for good. Azt olvassuk, hogy minden együtt munkálkodik a jóra. That means that God is in control. Ez azt jelenti, hogy Isten tartja uralmára, irányítás alatt a dolgokat. He has everything in his hands. Minden az ő kezében van. And he has all the authority. És övé minden tekintély, all hatalom, the power. Minden erő. He has all the provision. És minden gondoskodás. And it doesn't matter how big is the mountain. És nem számít, hogy milyen nagy az a hegy. Or deep is the valley. Vagy milyen mély az a völgy. It doesn't matter is the valley of the shadow of death. Nem számít, hogy éppen az a halál árnyékának a völgye. God is with me. Isten velem van. And I am in his hands. És én az ő kezeiben vagyok.
And God says, run now. Isten azt mondja, most szaladj. Come to the throne of grace. Gyere a kegyelem trónjához. Because there is a provision for you. Mert van egy gondoskodás a számodra. And we are called to look at this. És arra lettünk elhívva, hogy erre when nézzünk. When we look at the situation. Amikor a helyzetre nézünk. We can be like the three Hebrew boys. Akkor lehetünk olyanok, mint a három zsidó fiú. The friends of Daniel. Dániel barátai. When they said to the king. Akik azt mondták a királynak. We don't have to answer you. Nem is kell, hogy válaszoljunk neked, we are not going to bow down before your idol. Nem fogunk leborulni a te bálványod előtt. We know that God has all the power. És tudjuk, hogy Istenünk mindenható. To take us out of your hand. És képes arra, hogy kiszabadítson minket but a te kezedből. Not do it, de még hogyha nem is teszi, we'll still not bow down. Akkor sem fogunk leborulni. And they believed God. És ők hittek Istennek. And Christ was with them. És Krisztus velük volt. And he protected them. És megvédelmezte őket. And that's how we walk in through the troubles. És így megyünk keresztül a gondokon. I know that God is with me. Tudom, hogy Isten velem van. I don't know why these things happening. Nem tudom, hogy miért történnek azok a dolgok velem, amik történnek. I have no control. Nem én irányítom a dolgokat. And God is with me. De Isten velem van. And like Job says. És ahogy Job mondja. I know that my Redeemer lives. Tudom, hogy az én megváltóm él. He's not just an idol. Ő nem csak egy bálvány. But he is a living God. Hanem ő az élő Isten. And he has a plan. És neki van egy terve. And I'm going to wait for him. És várni fogok őre. To come. Hogy ő jöjjön. And to deliver me. És megszabadítson engem. And then how we walk here. És aztán hogyan járunk itt? Our future, a jövőnk, is in God's hands. Isten kezében van. You know, we have such an amazing call. Olyan csodálatos elhívásunk van. All of us. Valamennyiünknek. To get to know Christ. Hogy megismerjük Krisztust. To walk with Him. Hogy vele járjunk. And He gives us this amazing purpose. És egy csodálatos célt ad nekünk. And that's what, you know, to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Növekedjünk a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmében és megismerésében. We grow. Növekszünk. And we reveal him. És őt leplezzük le, őt mutatjuk be, amint vele járunk. So let's just have, you know, this world is getting crazy. Ez a világ kezd megbolondulni. You know, many things which are happening. Sok minden történik a világban. But we don't worry about this. De nem aggódunk azok miatt. Because I know who I am. Mert tudom, hogy ki vagyok. I know who my God is. Tudom, hogy kicsoda az én Istenem. And I know where I go. És tudom, hogy hova tartok. I know that I have a place. Tudom, hogy van egy helyem. Because he has prepared it for me. Mert ő elkészítette azt a számomra. And he will bring me there. És el fog engem oda juttatni. And I will be with him forever. És örökre vele leszek. Amen. Amen. Hallelujah. Ez áldás volt hallani, nem? It was a blessing to hear this. It was really encouraging, wasn't it? Az üzenet is. And the message also. És nézzük csak egy említés, hogy még sok minden, még sok minden előttünk az Isten tiszteleten, úgyhogy csak röviden megemlíteném, hogy nézzük, 37 napunk van az Eurokonig. We have 37 more days until Eurocon. Jól mondom, igen, 37 nap. I think I have the right number. Úgyhogy izgalmas. So it's exciting. És tudjátok, minden alkalmon you know, every time, szeretném bemutatni nektek Pastor Shane-t. Okay. This time I'd like to introduce Pastor Shane to you. Nagyjából tudjátok, hogy you ki ő. You kind of know who he is. De Pastor Shane az, aki felvállalta, hogy a lent a kávézót viszi az Eurokon alatt. But he is the one who is going to head up the cafe downstairs. Ami nyilván Eurocon, azt jelenti, hogy ezt magában nem fogja tudni megcsinálni. He won't be able to do that by himself. Úgyhogy kell neki a segítség. So he needs help. Úgyhogy ez nyilván nem kötelező. Of course it's not something szeretnél benne lenni. But if you would like to be part of this. Nagyon-nagyon örülne a segítségednek. He would be really happy for your help. És tavaly ugye csináltuk a tinikkel azt a... Last year we did. Mi volt az?
smoothie a magyar szó, azt hiszem, ugye? Smoothies és, with the teens. És a tinikkel és a tapasztalat az volt, tényleg annyi emberrel ismerkedtünk meg, és and tényleg áldás volt. My experience was that we got to know so many people and it was such a blessing. És egy kicsit fárasztó is. And it was also a bit tiring. Ja, úgyhogy gondold meg, imádkozz felőle, de ha Isten arra vezet, akkor Pastor Shane az, akivel beszélhetsz. And if you are led to do that, then please talk to Pastor Shane. Kérlek, lapozzatok velem János 4-hez. Please to jump 4 with me. És múlt vasárnap már János 4-ről beszéltünk. Last Sunday we already spoke about John 4. Ez Jézus, amint találkozik az asszonnyal a kútnál. This is when Jesus meets the woman at the well. És annyira örülök Pastor Julien bevezetőjének. And I'm just so happy for Pastor Julien's introduction because these are so connected. Hálás vagyok ezért. And I'm just so thankful for that. Hogy Isten ad nekünk egy üzenetet. That God gives us a message. És ugye arról beszéltünk, hogy Jézus találkozik ezzel az asszonnyal a kútnál. And we said that Jesus meets this woman at the well. És Jézus keresi ezt az asszonyt. And Jesus is looking for that woman. Nem csak találkozik vele. It's not only that he bumps into her, but he is looking for her. És törődik vele. And he cares for her. Valakivel, akit tulajdonképpen nem csak visszautasítanának, hanem vissza is utasítottak. Who is not only somebody that people would reject, but who has already been rejected by people. És arról beszéltünk, hogy ez nagyon hasonlít a mi életünkhöz. And we said that it's very similar to our lives. Hogy Jézus belekezdett velünk egy társalgásba. That Jesus started up a conversation with us. És ezt a társalgást, ezt életünk végéig vinni fogja. And he's going to carry it on until the end of our lives. Időnként, mint az asszony is. At times, just like it happened with this woman. Nem tudjuk, hogy mit akar. We don't know what he wants. Úgy érezzük, hogy lehet, hogy el akar tőlem venni valamit. We feel he wants to take something away from lehet, us. Lehet, hogy csak magának keres valamit. Maybe he's only looking for something for himself. Úgy értem, úgy jött oda az asszony, I mean, hogy adj nekem inni. The way he approached the woman was by asking her to give something to drink to him. És aztán van olyan, hogy megpróbáljuk kikerülni, amerre vezetne minket. And at times we try to avoid the direction he's trying to lead us. Lehet, hogy el akarok bújni a vallás mögé. I might want to hide behind religion. A sebeim mögé. Or my wounds. Udvariasságom mögé. Or being polite with him. És azt mondom, hogy nem közelebb. Please don't come any closer. De ő hűségesen keres minket. But he's faithfully seeking us out. És éppen úgy, mint ezzel az asszonnyal. And just like it happened with this woman. Habár rámutatott az asszony életében a problémára. Though he pointed at the problem in her life. Így rábökött, hogy nézd, ez itt. He put his finger on it, like see, this is it. És ugye ez neki az volt, hogy volt már négy férfi az életében, és most egy ötödik, és bűnben élt vele. And for her it was that she already had five husbands, and now she had the next one, and she lived in sin with him. De ha bár Jézus erre rámutatott, but though Jesus pointed this out, de nem utasította előtt. But he never rejected her. És tudod, sokszor van ez a gondolat szerintem szívekben. And many times we can have this thought in our hearts. Isten tudná, ki vagyok. If God knew who I am, if he knew what I had done. Tudod, nem lehetek őszinte vele. No, I cannot be honest with him. Figyelj, az but Úr listen, nem azért keresett minket. The Lord wasn't seeking for us. Hogy elutasítson minket. To reject us. Nem kellett volna keresni ahhoz, hogy el tudott volna utasítani csak úgy. He could have rejected us without trying to find csak us. Csak hagyhatott volna minket úgy, ahogy voltunk. He could have just left us in the condition we were az, hogy, in. Az, hogy Jézus eljött ide és itt élt. The fact that Jesus came here and he lived here. Ez annyira nyilvánvalóvá teszi. It makes it so obvious. Hogy ő nem elutasítani akar minket. That he doesn't want to reject us. De azért keresett minket. But he sold mint for ahogy us, ezzel az asszonnyal itt. Just like it happened with this woman. Hogy befogadjon minket. So that he hogy bevegyen receive minket. Us in. He could take us és in. ugyanez ez az életen áttartó társalgásunk vele. And the same way we have this conversation that goes on throughout all our lives with him. Célra. For the same purpose. Azért, hogy felismerjük. So that we would recognize. Hogy ő mindent tud rólam. That he knows everything about me. Rá tud mindenre mutatni. He can point out everything that's amit, még amit there. Nagyon el szeretnék dugni arra even is. Even those things that I really want to conceal. És and mindezzel együtt. With all this. Zsidók 2:11. Hebrews 2:11. Nem szégyel minket a testvéreinek. Is not ashamed to call us his brethren. Okay, imádkozzunk. So let's pray. Anyai atyánk.
Heavenly Father, hálásak vagyunk neked. We are thankful to you. Azért, amit hallottunk épp az előbb. For what we have just heard. Arról, hogy befogadsz minket. About how you receive us. Hogy ezt nem veszíthetjük el. And we cannot lose that. Szereteted és közelséged olyan valós. That your love and your closeness is so real. Köszönjük, hogy nem azért jöttél el. Thank you that you didn't come. Hogy elmond nekünk, hogy nem kellünk neked. To tell us that you have no need of us. Hanem hogy azért jöttél el, hogy. But that you came. Hogy bevonj minket. To include us. A te életedbe. Into your life. És kérünk téged. And we ask hogy you, Lord. Ezt az üzenetet that you would use this message for that same purpose. És kérünk téged. And we ask you. Valóban szolgálj. That you would felé, truly minister to our hearts. Ahogy már tetted is. As you have already done. Amen. Amen. 24. versben in verse 24, Jézus azt mondja Jesus says, ennek az asszonynak tells this woman, az Isten szellem és akik őt imádják azoknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk. God is a spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Azt mondja neki az asszony, tudom, hogy a Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, mindent megjelent nekünk. The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jézus azt válaszolta. Jesus says unto her, én vagyok az. I that speak unto thee am he. Aki veled beszélek. I that speak unto thee am he. Az asszony itt éppen megpróbálta elkerülni a témát. This woman was trying to avoid this topic. És Jézus pedig így felelt neki. And Jesus's reply was this. Figyelj, nem az a kérdés. Listen, the question is not. Hogy melyik nemzetség? Which generation or which nation? Nép, which people? Nem számít, hogy it hol. Matter, imádtok, where nem az you számít. Worship. Ne menjünk ebbe the bele. Important nem thing. Ez az Let's érdekes. Not go into this. That's not the interesting thing. Nem ez az érdekes. That's not the interesting thing. Hanem ami what's érdekes. What's really interesting az is az, hogy kit imádsz. Who you worship. És hogy tudod. And whether you know. És hogy tudod. Whether you know. Ez az amiért szeretjük kinyitni a Bibliánkat. That's the reason why we like to open our Bibles. Ez az amiért szeretjük felvenni nap mint nap. That's why és we like Isten to take it up fordulni. Day by day and we like to turn to the Word of God. Mert az életemre az nem elég. Because it's not enough. Az életemre, hogy legyen valami ködös valami ködös hitem, valami ködös valamiről. For my life that I would have a blurry faith about the blurry thing. Hanem hogy szükségem van arra. But I need. Hogy megismerjem az Atyát Jézuson keresztül. To get to know the Father through Christ. Hogy megragadjam. That I would take ugyanúgy, hold ahogy of ebben him, a történetben történt. Just like it happened in this story. Hogy Jézus megmutatta ennek az asszonynak az Atyát. That Jesus showed the Father to this woman. És ez az, amit mond nekünk and is. And this is what he also tells us. 1 János 5:20-ban. 1 John 5:20. És tudjuk, hogy eljött az Isten fia. And we know that the Son of God has come. És adott nekünk értelmet. And he gave us understanding. Hogy megismerhessük azt, aki igaz, az to get igazat. To know the righteous one. És hogy mi ő benne vagyunk, aki igaz. And that we are in him, the righteous az one. Az ő fiában, Jézus in his Krisztusban. Son, Jesus Christ. Ez az igaz Isten. He is the true God. És az örök élet. And the eternal life. És ez az, amit Jézus mond ennek az, nem ezekkel a szavakkal. And Jesus is not using these words, but de ez az, amit mond ennek az asszonynak. He's saying to this woman. És ez az, ahova vezet minket. And this is where he és igazán leads ez az életünk to. Ő vele. And actually this is our life with him. Hogy az Isten fia. That the Son of God itt van az életünkben. Is in our lives. Az Isten szelleme itt van az életünkben. The Spirit of God is in our lives. Úgyhogy Isten itt van az életünkben. So God is in our lives. Ami azt jelenti. Which means. És abban a versben. And in that verse. 1 János 5:20-ban. 1 John 5:20. Egy értelemben érthetjük így. In a sense we can understand figyelj, it this way. Hogyha ott van az életemben. If he is there in my life. És hogyha megismertem őt. And if I got to tudom, know him. Hogy ő igaz. If I know that he's righteous, he's just. Akkor minden, ami történik velem, bármi, ami érkezik az életembe, bármi, ami érkezik az életembe, esküvő, wedding, temetés, burial, próbatétel, trial, áldás, blessing, szolgálat, ministry, gyerekszülés, tudom is én, giving birth to a child, jön az életembe,
comes into my life. Isten ott az életemben. God is there in my life. És őt ismerem meg. And I get to know him. Egyre inkább. More and more. Ahogy azt Pastor Julian mondta. I believe Pastor Julian hogy nincs vélet, Isten tudja mit csinál. God knows what he's doing. Odakint is erről beszél, valaki mondta ezt nekem az étteremben is. And at the restaurant somebody also spoke about this to me. És ez az amiről Jézus beszél. And this is what Jesus speaks about. Hogy én vagyok az. Én vagyok a Messiás. Én vagyok, aki megmutatom neked az Atya Istent. Nézd rám. Father, ismerd meg engem. Look at me, és ismered get Istent. To know me, and then you know God. És milyen érdekes. And how interesting. Hogy azt hiszem senki másnak nem mondta így az evangéliumokban. I think he never said it this way to anyone else in the Gospels. Én vagyok az. That I am. Én vagyok az. Jó. I am. Valami hasonlót mondott. All right, he said something similar, but what I mean is, hogy itt van egy ember, here's a man, aki mennyire egy asszony, aki mennyire woman, méltatlan, and she is so unworthy, annyira méltatlan, she's so unworthy, és nincsen egy jó múltja, and she doesn't have a good past, és tudod miről szól ez? Do you know what this is about? Arról, hogy az Úr ott beszél hozzánk, ahol szükségünk van rá, függetlenül attól, hogy milyen állapotban vagyok. It tells us that the Lord speaks to us wherever we are, wherever we need it, and it doesn't depend on my condition. Itt vagytok még? Are you still with me? Nézzük 27. vers. So let's look at verse 27. Közben megjöttek a tanítványai, és csodálkoztak, hogy egy asszonnyal beszél, de egyikük sem mondta, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? And upon this came his disciples, and marveled that he talked with a woman, yet no man said, what seekest thou, or why talkest thou with her? És csak egy kis gondolat erről. Just a short és remark. És említettük ezt a múltkor. And we mentioned this last week. Hogy abban az időben nagy kulturális távolság volt. That at that time there was a great cultural distance between a man and a woman. Nem beszélgettek. They wouldn't be talking to each other. És tudod, el lehet átkozni ezt a mi gonosz korunkat akár merre akarod. And you és nem can az ellen mondom, amit te curse mondtál. This evil age that we live in now as much as you want. De gondolj bele ebbe. But just think of it. Hogy milyen szabadságunk van ma. What liberty we have today. Arra, hogy beszéljünk bárkivel. To talk to anyone. Bárkivel. Anyone. És akárkivel beszélhetsz az utcán. And you can talk to anyone in the street, at your workplace, wherever you are. You can talk to people. És ez egy óriási szabadság. And that's a great liberty, amink megvan. That we have. Nem úgy, mint a legtöbb muzulmán országban, vagy a világ sok országában. Most Muslim countries or in quite a lot of countries in the world. And it's so amazing to do that, to communicate about this. És csak beszélni, okay. And just to share 28. Vers. Verse 28. Akkor az asszony ott hagyta a vizes korsóját, és elment a városba, és azt mondta az embereknek, gyertek! The woman then left her water pot and went her way into the city and said to the man, come. Úgy mondhatnánk, hogy eldobott mindent. We could say she threw everything away and she went to the city and she told everyone. She left her water pot. Pedig annak valami értéke volt. Even though that had some value. Nem volt sok tulajdonuk általában. I mean, ha maga jött a kúthoz, akkor nem volt gazdag. Usually people like her did not have a lot of possessions. Like if she came to fetch the water herself, then most probably she wasn't rich. De miért hagyta ott? But why did she leave it there? Sem jutott. I think she didn't even have a thought about it. Nem is gondolkodott rajta. I don't think she ever thought of it. És mennyire jó hely itt élni az életemben. It's such a great place to live here. Figyelj, in my life. Ismerem Jézust, that I know Jesus. Találkoztam vele. I met him. Hogy hallottam őt. I heard him. Hogy élvezem őt. I enjoy him. Hogy nyugszom benne. I rest in him. És tudod, mi történik? Do you know what happens? Hogyha találkoztam vele. If I had met him. Akkor nagyon sokszor. Then so many times. Csak így dolgok, amikbe így kapaszkodtam. Things that I were holding onto. Csak így kiesnek a kezemből. They just simply fall out of my hand and I don't even realize it. És lehet, hogy észre se veszem. I might not even realize it. Sok minden. Lehet, hogy nem is bűnös dolog. Not even sinful things. Csak nem kell az életemhez. Lehet, they are hogy not bűnös. Necessary for my life. Or maybe they are sinful. Tudod, és emberek azt kérdezik. And people ask. Mi van, tiltja a vallásod? Come on, does your religion prohibit it to you? Tiltja a vallásod? Does your religion prohibit it to you? Do you remember the plague? És imádkozzatok a húsvéti darabot. Oh, and by the way, please pray for the Easter plague. És amikor valaki ezt kérdi, tiltja a vallásod? And when somebody asks you, does your religion prohibit it to you? Akkor azt mondaná, hogy kőzöd nincs, mit beszélsz. Because you have no clue what you're talking about.
talking about. Tudod, hogy nem arról szól. It's not. Hogy Isten így próbálja kitépni a kezemből, tudod. God is trying to tear it out of my hand. Nem erről szól ez. It's not like that. Tudod, hogy nem erészed, hát nem szégyeled magad. Nem szégyeled magad. Hát nem félsz tőlem. Then aren't you afraid of me? Tudod, come on. Hogy nem erről szól. It's not about nem this. Ezen a szinten van a amen. Nem ezen a szinten van a kapcsolatunk. Our relationship is not on that level. Hanem a másik oldalon. But on the other hand. Valaki azt kéri, hol az a rossz szokásod, amit volt? Where is that bad habit you used to have? Oh, tényleg. Oh, really? Azt hiszem, a minap letérdeltem imádkozni. I knelt down, I prayed. Találkoztam az Úrral. I met the Lord. És amikor fölálltam, akkor elfelejtettem visszavenni a rossz szokásomat. And when I stood up, I forgot to take it back up. És hol vannak a, tudod? And then where are hol vannak azok a those idióta, haszontalan könyveid a Krisztus előtti éveidből? Kérdezhetné tőlem valaki. Stupid, silly books you used to have before Christ. Somebody could ask me. Nem is tudom, valahol a padláson, egy dobozban. Somewhere on the attic in a box. Vagy a nagynénémnek a garázsában or talán. Or at my aunt's garage or something. Nem vagyok benne biztos. I'm not so sure about mert it. Mert találkoztam Jézussal. Because I met Christ. És aztán ott maradtak and a kútnál ezek a könyvek. Those books just stayed at the well. Nem a szégyen, a bűntudat, a félelem it's miatt hagyunk el guilt, dolgokat. Or fear that causes hanem us to azért, leave those things. Jézussal, but because we meet Jesus, maradnak, and then things just remain there. És ez egy egész más kapcsolat. And it's a totally different relationship. Matthew 13:46. It's a totally different relationship. Okay, az asszony bement a városba. So the woman went into the city. Verse 29. Gyertek, lássatok egy embert, aki mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Vajon nem ez a Krisztus? Kijöttek azért a városból, és oda mentek hozzá. Come see a man which told me all things that I ever did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and came unto him. És aztán ugorjunk egyet a 39. versre. And then let's jump to verse 39. Abból a városból pedig sokan hittek benne a szamáriaiak közül annak az asszonynak a beszédéért, aki itt tett bizonyságot, mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman which testified, he told me all that I ever did. Úgyhogy amikor oda mentek hozzá a szamáriaiak, arra kérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig. So when the Samaritans came unto him, they besought him that he would tarry with them, and he abode there 2 days. Az ő beszédére pedig még többen hittek, és mondták is az asszonynak, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk is hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ő a világ üdvözítője. And many more believed because of his own word, and said unto the woman, now we believe not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Mit mondott az asszony először? What was the first thing gyertek, the woman lássátok said? Meg az embert, come and see the man. Aki elmondott nekem mindent, amit valaha cselekedtem. Told me everything I ever did. Whoa, várj egy picit. Wait a minute. Tényleg mindent, amit like valaha tettél, mindent, amit valaha tettél, mindent, amit like everything you've ever done. De várjál. Come on, wait a minute. Jézus csak azt mondta neked. Jesus just told you. Négy férfivel éltél. You lived together with 4 men. És most együtt élsz egy ötödikkel, aki nem a férjed. And now you live together with the fifth who is not your husband. És ez gázi. And that's problem. És tudod, ennyit mondott neked. That's all he úgy told érted? You. Do you mean? Ennyi minden, amit valaha tettél? Is that everything ez az egész, you have ever done? Ez az is egész that életed? All? Is that your whole life? És csak erre gondoltam én. And I just thought of this. Hogy figyelj, amikor a szívemnek a vágyait listen, keresem. When I'm seeking for the desires of my heart. Amikor in azt my teszem life, előre. When I put that first. Hogy én mit kívánok? What I hogy én mit desire, szeretnék, what I want. Az én vágyaim. My own desires. Akkor lehet, hogy ez történik velem. Then that might happen hogy az to életem me. Végén belenézek a tükörbe. That at the end of my life I look into the mirror. És azt mondom. And I say, jó ég, oh my God. Csak ennyit tettem. Is that all csak I did? Csak ennyi történt az életemben. Is that all that happened csak in my life? Az egész. Was it only about this? És lehet, hogy ebbe a fájdalmas valóságba futok bele. And I might run into this painful reality. Hogy egy vagy két dolog, egész, hogy elment az egész, egy vagy két that dolog, és nem is volt olyan jelentős. I spent my whole life on one or two things and they weren't even significant. Arra gondolok, amikor ott ültem a
I was sitting. Ott ültem az általános iskolába, Petőfi általános iskolába. Petőfi primary school. És tudod, naná, mindegyik általános iskolában. Of course, every primary school is called like that. De hogy ott ültem és. There I was második sitting osztályban, in second grade. És tudod, és az egész világom az osztályterem volt. And my whole world was the classroom. És aztán nyilván elég hosszú ideje nem gondoltam már arra az osztályteremre. And then of course for quite a long time I wasn't really thinking about that classroom. It's a very small part of my world. És arra now gondolok, hogy ez az, ami ami történhet velem. Isn't that what can happen to me? Az életemben. That something that's huge in my life. It's really enormous and I'm occupied with it. That's everything. That's all for me. And then one day. De jó ég. Oh my God. Ez egy olyan pici dolog volt. That was such a tiny thing. És erre elment az egész életem. And I spent all my life on that. Ez volt minden, amit valaha tettem. Was that everything I ever did? Jó ég. Oh my gosh. Ez őrület lenne. That would be crazy. Tudod miért? Do you know why? Azért, mert a 139. Zsoltár 14-ben azt mondja. Because Psalm 139. És nagyon tetszik nekem ez az újfajta károli fordítás. And I really like the new translation azt in mondja, Hungarian because it says. Megrendítően csodálatosra teremtett téged Isten. I was fearfully and wonderfully made. Megrendítően csodálatosra teremtett téged Isten. I was fearfully and wonderfully made. Megrendítően csodálatosra lettél teremtve. You were fearfully and wonderfully made. Tudod, milyen csodálatos vagy? Do you know how wonderful? Ha mondjuk csak a sejtbiológiáról beszél, ne féljetek, even nem fogok. Even if I just start talking about cell biology. Cell biology. Igen. De tudod, ha csak arról beszélünk, lenyűgöző. That's the only thing we speak about. Ami benned van, és ahogy működik minden, whatever elképesztő. Whatever is in you and how things work, it's minden amazing. Minden hibájával együtt. Together with all the mistakes csodálatos or faults that are in there. Lenyűgöző. It's wonderful, it's amazing. De annál sokkal több. But it's even much more than amire that. Amire Isten készített minket. What God prepared us for. Lenyűgöző. It's just awesome. Awesome. Tudod, amazing. Nem tudom, hogy mondani. I don't know how to say it. Elképesztő. Tudod, tényleg, amire really Isten what elkészített God minket prepared us for. Nem egy vagy két kis dolog. Not just one or two nem egy sarok, small amit igyekszek tisztán tartani, tudod, corner that Máriákos I try igyekezettel, to keep clean. Hanem valami sokkal több, but something valami much sokkal more, nagyobb. Something much greater. Tudod, amikor rácsodálkozunk erre, when we mikor are megértjük, in awe, when we understand hogy Isten mit készített el. What God has prepared. Nem tudom, láttatok olyan videót az interneten, amikor valami afrikai faluban egy fekete kisgyerek először lát fehér embert? Have you ever seen videos on the internet when in an African village somewhere an African little boy sees a white man for the first time? Vagy egy fehér kisbaba először lát egy feketét? A white little boy sees a black person for the first time. Látott valaki ilyet valami? Have you ever seen anything like that before? A couple of you have seen it. Mi van, tudod, a világ itt csúszik egyet. The world just tudod, és ez a gondolat, and this is the amikor thought, felismered, when you realize, hogy Isten valami sokkal többre készített el minket. God sokkal has prepared us for something much more. He has something much more. He has much more for us in his love. Mint az egy-két kis dolog. Than those couple of little things. Amit az én szívem hajlandó lenne bevenni magától. That my heart would be willing to take in. Amire én azt gondolom, hogy belefér az életembe. Those things that I think are part of my life. Those things that I think. Hogy én elég vagyok. I am enough for. Isten sokkal többet ad nekünk. When God gives valami us sokkal much more, something much more beautiful. És amikor először rácsodálkozunk erre. And when we are amazed at it for the first time. Olyan, then it's really mint so. Mint azok a videók. Like those videos. Tudod, hogy nem mondod, valóban. Really? Komolyan. Are you serious? Is it really so? És tudod, és azt gondolom, know, hogy Isten ezt mondja nekünk. This is what God tells us. Listen, it's so neked beautiful what I prepared for you. Nem fogunk odalapozni, we de are not gonna turn there, 3:17 but in Zephaniah 3:17. Tudod, ahogy Isten az ő szerelmében hallgat. That God is quiet in his love, he rejoices over us with singing. Isten csodálatosnak talál minket. He takes delight in us. He sees us beautiful, az övéit, wonderful, és ez lenyűgöző. And that's amazing. És tudod, ez a megoldás. And this is the solution. Arra, hogy az életem végén ne az legyen. So that at the end of my life. Ne az legyen, hogy egy vagy két kis dologgal
elment az egész életem. I wouldn't have to realize that I spent my whole life on one or two small things. Hanem hogy az ő dolgaiban vagyok. But that I'm involved in his things, and this is what matters. Aztán eljöttek a városbeliek. And then the people from the city came. És itt látunk két bizonyságot. And here we can see two testimonies. Az egyik, one, hogy hallom a testvéremnek a bizonyságát. My sister's testimony. És aztán bízom. I trust. Azt gondolom, mikor megkezdjük a hitbeli járásunkat Krisztussal. I believe when we start our walk of faith with Christ. Akkor rendben van az. Then it's okay. Hogy a testvérem elmondja nekem. That my brother or sister shares something with me. Megosztja velem, hogy mi fontos és hogyan. What's important és hallanom and how. Kell and I have az üzenetet. To hear és the message, meg kell ragadnom azt a szívemben. And I have to take hold of it in my heart that ez az, ahogy járni fogok. This is the way I'm going to de walk. Aztán van egy másik oldala. But then there is another side to this. És tovább kell lépnem, ahogy ők is tovább léptek. And I have to go on just as they went on. Hogy már nem amiatt csinálom, hogy te mondtad, hogy ez így van. I'm not doing it because you told me it's so. És én bíztam abban, hogy te az Urat követel, és tudod, miről beszélsz. That you follow the Lord and that you know what you're talking about. Egy kapcsolatom vele. But today I have a relationship with him and I'm doing it because he told it to me. A héten vagy múlt héten beszélgettem this week or last week I talked egy valakivel a gyülekezetünkből. To someone from our church. Egy lányjal és a girl. Ahogy múlnak az évek, egyre több mindenki válik lánnyá. De hogy as years fiatal lánya, as years go by, more and more people are becoming young girls. De hogy azt mondta nekem, és annyira bátorított. But she told me, and it was so encouraging. Olyan sokáig volt úgy. She said that for such a long time. Hogy azon igyekeztem, hogy emberek mit várnak tőlem, és azt csináljam. I was trying to do what I thought people expected from me. De hogy ma azt találom. But today what I find is that I find Christ. És élvezem ennek a valóságát. And I enjoy the reality of this. És annyira bátorító volt. And it was so encouraging. Megtalálni őt. Finding him. Vele, meeting him. Közösségben lenni vele. Being in fellowship with him. Bízni. And then trusting him for this reason. És aztán van egy másik beszélgetés. And then there is another conversation. Ez a tanítványokkal. And that's with the disciples. A pár vers itt a 31-től. It's a few verses from verse 31. Kijöttek, bár itt a bocsánat, 31. Közben a tanítványai kérlelték, Mester, egyél! In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. Ő pedig azt mondta nekik, van nekem eledelem, amit egyem, amiről nem tudtak. But he said unto them, I have meat to eat that you know not of. Tanítványok ekkor azt kérdezték egymástól, netán valaki hozott neki enni? Jézus pedig azt mondta nekik, az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Therefore said the disciples one to another, have any man brought him out to eat? Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. És ez a pár gondolat itt, and this couple of thoughts, hogy Jézusnak van egy másik fajta beszélgetése a tanítványokkal. That Jesus has a different kind of discussion with the disciples. Ezért szeretjük, legalábbis ezért nagyon szeretem az evangéliumokat. That's one of the reasons why I really love the gospels. Hogy látom és próbálok tanulni abból, hogy Jézus hogyan szólít meg embereket. And I can see and I try to learn about how Jesus addresses people. És szól hozzánk is. And he also speaks to us. Azt mondták neki, Mester, egyél. They told him, Master, eat. És lehet, hogy éhes is volt, nem tudom. And maybe he was even hungry. Valószínűleg. I don't know, probably. De ezt a lehetőséget használja. He uses this opportunity, hogy tanítson, to teach. És azt mondja nekik, and he tells them, figyeljetek, létezik listen, valami nagyobb, mint az a kenyér, amit hoztatok. There is something greater than that bread that you brought. Mellesleg. By the way, Lukács 7:34. Luke 7:34. Ez nem arról szól, hogy bűn lenne az evés, csak úgy megemlítem. I just want to mention that eating is not sin. Tényleg elmondhatom nektek? Oh, can I van egy jó tell hírem. It to you? I have a good news. Legyél jóban velem, mert hamarosan milliárdos leszek. You better have good relationship with me because I'm about to be a billionaire. Megtaláltam az elhízás ellenszerét. The antidote of becoming fat. Ami sokunknak jó hír. Which is a good news for many of us. Figyeljetek, listen. Ilyen, okay, kitaláltam egy tablettát. I came up with this pill. Okay. Really? Úgy fegyelmezetnek kell lenni.
You have to be disciplined. Okay. Egy right? hónapon át. For one month. Egy tablettát kell bevenni minden órában. You have to take one pill every hour. Üres gyomorra. With an empty stomach. És garantáltan működik. Garantált a fogyás. It's guaranteed. Tényleg milliárdos leszek hamarosan. Really, I'm gonna okay, be bocsánat. A billionaire szóval, soon. Sorry. Szóval. Anyways. Befektetőket keresek, oké. Okay. I'm just looking for some entrepreneurs. Okay. Or investors. Szóval so. Nem az evésről szól. So it's not about eating. Hanem arról, hogy mi a, hanem hogy mi van elől. But what is first? Mi a fontos? What is the important thing? Okay, ez erről szól. Mi a fontos? That's about this. Jézus erre tanítja őket. And this is what Jesus teaches them ugye van about. Egy éhségünk az ételre. We have a hunger for food. De mondhatnánk azt, but we could also hogy vannak say másféle éhségeink is. That we also have other kinds of hungers. Mit tudom én, szexuális. Like sexual hunger. Jelentőség utáni or éhség. Or hunger for significance. Vagy a figyelemre való or éhség. Or hunger for attention. És nincs semmi bűnös ezekben. And there is nothing sinful. Pont mint az evéssel. Just like with eating. De ugyanakkor itt a kérdés. But at the same time the question is van-e this. Van-e valami nagyobb az életemben? Is there anything greater in my life? Van-e valami fontosabb? Is there anything more és Jézus important? Azt felelte itt erre a kérdésre. And Jesus answered to this question. Figyeljetek, az én életemben van valami jelentősebb. Listen, in my life there is something more significant. Nagyobb. There is something greater. Van valami értékesebb. There is something more valuable. A kereszténység az nem arról szól, hogy Isten, hogy okay, ez nem katonasság, ahol tudod, vigyázba kell állni és tisztelegni, bocsánat, rossz kéz, tisztelegni. Christianity is not the army where you have to stand at attention. A kereszténység az nem Istennek a Christianity is not. Mit tudom én a kutyaiskolája, ahol ül, marad, áll, tudod. God's dog school. Tudod, sit, ez nem erről stay, szól. Stand up. Mi másról beszélünk. We talk about something else. Ez az amire alkotva lettünk, nem? This is what we were designed for. Hogy legyen egy élő kapcsolatom az élő Istennel. I would have a living relationship with the living God. Hogy van valami nagyobb az életemben. There is something greater in my life. That there is something more. Azoknál az éhségeknél az életemben. That those hungers in my life. Egy mélyebb, egy nagyobb éhség. Those cravings, a deeper, greater hunger. Egy meghittség, az amit csak az Atya elégíthet ki az életemben. A hunger for intimacy that can only be satisfied by the Father. Amikor vele járok, when I walk with him, amikor élvezem őt, when I enjoy him, amikor nyugszom az ő akaratában, when I rest amikor, in his will, ahogy hallottuk, tudom, hogy mennyire el vagyok fogadva őnála. When as we have just heard, I know how much he accepts me. Akkor ez az a hely. Then this is the place ahol az az éhség megelégszik. Where that hunger is satisfied. Hogy az én atyám akaratában vagyok. That I am in the will of my father. Hely. And it's a beautiful place. Ez egy csodálatos hely. It's a beautiful place. Tudod, ezért know, mondja a 127.2-ben. Why in Psalm 127.2 it says. Hiába korán felkelnetek, későn lefeküdnetek, keserűséggel szerzett kenyeret ennetek. It's in vain to for you to get up early, go to bed late, and to struggle to get your bread. Miért mondja ezt? Why does it say? Hogy a szerelmesének álmában ad eleget. And he says he gives his beloved sleep. Azért mondja, nem azért, hogy legyél lusta, hanem azért not mondja. So that you would be lazy, hanem but azért mondja. He says it, mert hogy van valami nagyobb az életünkben. Because there is something greater in our lives. Mindenen túl, amit my relationship teszek, with him, mindenen túl, amit mondok. Beyond everything I do, beyond everything és I ez say. És ez az, amiben vezeti a tanítványokat. And this is what he leads the disciples hogy ez in. Egy olyan megelégedettség, that egy olyan békesség. This is such a satisfaction. Affection, such a peace. Amiért tudod, amit meg kell találnunk az életünkben. That we have to find in our ővele. Lives with him. És hála Istennek. And thank God. Hogy sokan esszük ezt. A lot of us are feeding on that, feeding on that food. Dolog. And that's amazing. Csak ezzel fejezném be. And just to finish. A 35. verstől. From verse 35. Ti nem azt mondjátok, hogy még 4 hónap és eljön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. Say ye not, there are yet 4 months, and then comes harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white or ready to harvest. Az arató már most megkapja jutalmát, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön magvető és arató. And he that reaps receives wages, and gathers fruit unto life eternal,
that both he that sows and he that reaps may rejoice together. Mert ebben az esetben igaz a mondás, hogy más a vető és más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amin nem ti fáradoztatok, azon mások dolgoztak, és ti mások munkájába álltatok be. And herein is that saying true, one sows and another reaps. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor, other men labored, and ye are entered into their labors. Az aratás. The harvest. És hova hív minket Jézus? And where does Jesus call us to? És figyelj, ide hív minket. Listen, this is the place. Hogy felemeljük a szemünket és nézzünk that és lássunk. That we would lift up our eyes and we would see. Hogy lássuk, hogy nincs, nem kell várni még 4 hónapot, hogy nem kell várnunk semmire. That we would see that a mai nap. There is nothing we have to wait for, but hogy today, nem kell várnom semmire. I don't have to wait for anything. Hogy Istenhez menjek. Nem so kell that várnom I could go to God. Hónapot. I don't have to wait for more months. Nem kell várnom. I don't have to wait. Tudod, 3 napot. 3 days. Hogy elfogadjam az ő megbocsátását. That I could receive his forgiveness. Figyelj, ha nem vagy hívő Jézusban. Listen, if you're not a believer in Jesus, you don't have to wait even a minute so that you could invite him into your life. És nekünk is ezt mondja. And this is the same thing he tells us. You don't have to wait. Just look. Nem tudom, csak nem tudom, nekem ez egy for ilyen me, fontos dolog. This is something important. Hogy ott vagyok valahol, bárhol a városban. There I am somewhere anywhere in the city. És nézem az embereket. And I just look jönnek, at people, they're coming and going. És a szívemben ott van ez a felismerés. And in my heart I have this recognition. Mennyivel több lehetne, ha megtalálják Krisztust. They hogyha megismerik Krisztust. If they got to know Christ. Az életükben. How much their life would be, how much more their life would tudod, be. Látunk tudod, árvákat, látunk we see orphans, gazdag embereket, we see rich people, tudom is én, részegeseket, látunk eltiport embereket. We see oppressed people. És mi a szívünk? And what is vágya? The desire of our heart? Urunk, ad nekünk az aratást. Lord, give us the harvest. Ad nekünk az aratást. Give us the harvest. Tudjuk, hogy mennyivel több we lehetne, know how ahogy much more they could ezt. Have. Just as we also found this. So this is how we pray. És így fejezzük ki Krisztust az életünkben. And this is how we express Christ in our lives. Csak hallottuk a bevezetőben. As we already heard in the és a introduction. Jutalom, ahogy itt Jézus mondja. And then the reward. Az valami, ami közös. Here, it's something az valami, ami közös. We have in common. 1 Korintus 3:14. 1 Corinthians 3:14. Beszél a hívő jutalmáról. Speaks about the believer's reward. De amikor nem fogunk idő miatt már belemenni. Because of time we won't go into this. De 2 János 8. But 2 John 8, it seems. Hogy a jutalmaink. That our rewards. Azok közösek. We share them. Úgy tűnik, hogy azokból részesülünk. It seems that hogy volt egy közösségünk. We have part in each other's. Rewards. És we had some fellowship. Gyöngyi encouraged és me, and for that reason I did something. Istentől. And she will also get rewards for that. És most nem fogunk ebbe belemenni. And we are not going de to go into this, hinnénk, but it's greater than we would believe. Remélnénk. It's greater than we would hope és, for. És hogyha megnézed ezt a részt, and if you look at this portion, hogy mit látunk? What do we see? Azt mondja Jézus. Jesus volt, says, aki vetett, there were some who sowed, ti arattok. And you reap. Valószínűleg erről beszélt, hogy itt vannak ebben a városban. Probably what he was telling them was that there they were in that city. És ezek az emberek készen voltak and a Messiásra. And those people were ready for the miért? Messiah. Why? Mert valaki vetett because az életükbe, somebody vetett a szívükbe. Sowed in their life. Somebody sowed in their heart. Somebody és azt mondja, Jézus, itt vagyunk, mi paid attention to them. And Jesus said, and here we are now and we reap. And let me finish it with this. Hogy ez lenyűgöző a számunkra. It's amazing for us. Hogy Isten összeköti ezeket that a dolgokat. God connects these things. Hogy mennyire Isten munkája az életünkben. How much it's the work of God in az, our lives. Az, ahogy találkozunk. The way we a hittel, meet, faith. Egy gyülekezettel, aztán or egy másikkal. We meet a church egy hívővel or another itt, church, a believer here, a believer there. És újra meg újra beszélgetünk and again and again we talk emberekkel. To people. Mondjuk van az alapok. Maybe we have the footsteps és class. Hogyha új vagy a gyülekezetünkben az elmúlt évben jöttél, church, akkor you came within this last year. Gyere, még az elején vagyunk, még bekapcsolódhatsz. You can still join us this Tuesday. We are still at the beginning kérdezz meg of the utána course. Szívesen elmondom, hogy you miről can beszélek. Ask me after the service. I can tell you about it. De ott újra meg újra halljuk ezeket a történeteket. But again and again we hear these stories hogy there. Hogyan találkoztál velünk? How did you meet us? És aztán nagyon sokszor and many times ott vannak ezek a történetek.
there are those stories. Hogy beszéltem itt ezzel az well, emberrel. I spoke to this person here. I spoke to that person aztán there. Aztán ez történt. And then this és happened. Látszik, ahogy Isten összefűzte and a dolgokat. And you can see how God puts things together. És vezette azt az and how he was leading és those people. És aztán találkozott Jézussal. And then they met Christ. És valahol velünk is. And then at some point they hogy, also hogy met a gyülekezet, us. This church or that church. Megnéztem a Sanyinak az egyik üzenetét online. I watched one of Sanyi's messages online. És tudod, és megérintette and az életem. Hogy ott voltam, mit tudom én. There I was. Kaposváron. In Kaposvár. És valaki beszélt nekem erről. Somebody spoke to me about this. Kanadában. Or I was in Canada. És valaki beszélt nekem ugyanerről. Somebody shared it with me. És lenyűgöző történetek. And amazing stories. Mit látunk ebben? And what can we see in this? Nem is látjuk. We don't even see it. Mi olyan, én azt gondolom. Hogy lesz nagy meglepetésünk ebben a mennyben. That we will have great surprises in heaven. Hogy Isten azt fogja mutatni nekünk. That God is going hogyan, to show hogyan szűtte össze. How he wove together. How he wove this whole thing together azért, in our lives. Vele, so that we would meet him, that we would get atyát, to know the Father, őt, that we would know him. És sokszor el sem hisszük. And many times we don't even believe how much. És csak merjünk. And let's dare bízni, to trust. Merjünk bízni let's dare to trust him in this. Tőle, and let's dare to ask him. And let's dare to count on him. Hogy Isten vezeti az életemet. That God Isten does lead my life. That he does take me terve, somewhere. He has a plan. Ami nagyobb nálam, which is greater than I am. Gyönyörű, and it's beautiful. És az én helyem, and it's my place. Mennyei Atyánk, so Heavenly Father. Köszönjük neked. Thank you. Ezt az üzenetet, for this message, és az előzőt is, amit hallottunk, and for the previous one as well, és kérünk téged, and we ask you, hogy szólj a szívünkhöz, amint to megyünk speak majd, to our hearts as we kérünk go on arra, our way, hogy az ellenség ne tudja kiragadni ezt a Lord, szívünkből, we ask that the enemy could not snatch this out of our hearts, hogy gyümölcsöt, hogy felnőjön és that gyümölcsöt teremjen az életünkben, and bear fruit in our life. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. És hogyha a mai estén úgy vagy itt, and if you are here tonight, még nem ismered Jézust, and you don't know Jesus, szeretném felajánlani neked ezt a lehetőséget. We would like to offer you this opportunity that you could invite him into meg. Your life. Just call on him. Közted és Isten között van. It's between you and God. Egyszerűen a szívedben, simply rendben in your nézed, heart, if you're watching online, szólítsd meg Istent. Just in your heart, speak to God. Mondd azt neki, tell him, Jézus, Jesus, kérlek, I ask you. Gyere az életembe. Please come into my life. Szükségem van rád. I need you. Kérlek, hogy ments meg engem. Please save me. Tudom, hogy vannak bűneim. Tudom, hogy bűnös vagyok. I know vagyok. I have sins. I am a sinner. Jézus, kérlek téged. Jesus, I ask you. Hogy ments meg engem. Please save me. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Thank you for dying for me on the cross. Köszönöm, hogy fizettél értem. Thank you that you paid for me. És én ma rád bízom magam. And today I trust myself to you. I believe in you. Jézus, ments meg engem. Jesus, please save me. Ha életedben először. And if for the first time in your life you called on him like this. Ma bízod rá az életed. If today you trust your life to him. Akkor amint a gyülekezet imádkozik. Then as the church is still praying. Kérlek, hogy egy pillanatot csak tedd fel a kezed, please hat tudjam, raise your hand for a moment. Veled. Let me know that I could rejoice together with you. Tudni. And you can put it back down again. I just want nézed, to know. Hoztál egy döntést, akkor if you watch online and you veled. Made that decision, please send us an email that we could rejoice together with you. Is there anyone here today who made that decision? All right. Heavenly Father, we ask you to minister to each one of us this way. Show us te magadat nekünk, yourself, hogy ismerjünk téged, that we would know you, és ebben az ismeretben, and ebben in az that életben, knowledge, ebben in az that örömben, life, in that joy, legyen egy növekvő életünk, that we would have a growing life. Köszönjük, Urunk, thank you, Lord, nyugodhatunk benned, that we can rest in you, így, like this, Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.